te pesti srác, te napköziben nevelkedett apró kamasz, te, kinek életed mindössze vagy 15 sivár tavasz, téged, ki drága éltet hazádért, így adtad oda, míg magyar él a földön, nem felejtünk el soha. A hagyományoknak megfelelően a megyeháza épületénél emlékeztek meg Salgótarjánban az 1956-os forradalom és szabadságharcról, valamint a harmadik magyar köztársaság 1989-es kikiáltásáról. Az eseményre szintén már hagyománnyá vált formában futva érkezett meg Sirilla György hosszú távfutó. A rendezvényen elsőként Skuci Nándor, a Nógrád megyei közgyűlés elnöke mondott ünnepi köszöntőt, kiemelve, hogy Salgótarján és 1956 összetartozik. Városunk polgárainak nincs szégyenkezni valójuk. Ha más tájakon járva, beszélgetés közben egymás mellé kerül Salgótarján és 56. Ellenkezőleg. Mi büszkék vagyunk forradalmunkra, a tarjániak 56-os helytállására, a munkás szolidaritás csúcsára. És büszkék vagyunk az emlékfutásra, és büszkék vagyunk Valiskó Ferencre, aki nem csak a rendezvény megálmodója, annak a mai napig is motorja. Ezt követően Fekete Zsolt Salgótarján polgármestere méltatta ünnepi beszédében az 1956-os hősöket. A 20. században csak rövid időszakra adatott meg a magyar népnek, hogy szabadon éljen. Ezek közül kiemelkedik az 1956-os forradalom, szabadságszeretetünk szimbóluma. 65 évvel ezelőtt a magyarság világosan megmutatta, hogy tudja, mit diktál a hűség és a hazaszeretet. A történelmünk új fejezetet nyitott, amelyben a magyar forradalmárok írták az első sorokat. A polgármester hangsúlyozta, az 56-os forradalmárok a legtöbbet és a legdrágábbat adták, amit egy ember a hazájáért áldozhat, az életüket, a szabadságukat, és vállalták a száműzetést is. A folytatásban Sirilla György nagypapája történeteinek felelevenítésével emlékezett meg 1956-ról. A megemlékezés zárásaként a jelenlévők 1956 hősei előtt tisztelegve megkoszorúzták a megyeháza falán lévő emléktáblát.